Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Influenza, igényelhető az ingyenes védőoltás. Elindult a fűtési szezon, korszerű konténerkazánok segítenek. Itt tartsd karban az autód télen is, biztonságban az utakon. Három királyfi, három királylány mozgalom, emeljünk minél több gyereket a magasba. Megérkezett a házi és üzemorvosokhoz az influenza elleni ingyenes védőoltás. A 6-tól 35 hónapos gyermekek két oltást kaphatnak. A felnőtteknek adható vakcina több influenza törzs ellen is véd. Már igényelhető az influenza elleni ingyenes védőoltás a házi és üzemorvosoknál. Az influenza-szerű megbetegedések október végén, november elején jelennek meg. Döntő többségük vírusos eredetű, enyhébb tünetekkel, náthával, köhögéssel, orrfolyással és levertséggel jár. A tipikus influenza ezzel szemben hirtelen kezdődő, magas lázzal, száraz köhögéssel, ízületi fájdalmakkal járó betegség. Az oltóanyagok felkészítik az immunrendszert a védekezésre, mondta dr. Győri Gábor, házi orvos. A védőoltások fontosságát az fémjelzi, hogy maga az influenza betegség ugyan átvészelhető, de természetesen nagyon kellemetlen, ugyanakkor nagyon sokszor bakteriális szövődményekkel jár, ami nagyon hosszas antibiotikumos kezeléssel járó munkából, illetve iskolából kieső időszakot vonz maga után, és ezt elkerülendő szoktuk javasolni az influenza elleni védőoltásokat. Magyarországon a gyermekek 6 hónapos kortól kaphatják meg a védőoltást, ami a vírusnak egy részét tartalmazza. A tavalyi évtől, 2 éves kortól elérhető élő, gyengített vakcina is, amit az orrba kell befecskendezni. Az idősebb korosztály kétféle oltást vehet fel, mondta a házi orvos. Van az előbb említett partikulum vakcina, ami nem tartalmazza az egész vírust, hanem csak az új lenyomatát, amit a szervezetünk immunrendszere felismer, és ellene kellő mennyiségű ellenanyagot termel. A másik védőoltás, ami szintén ingyenesen elérhető házi orvosoknál, a tartós, súlyos betegek számára, az pedig az egész vírust tartalmazza, de elölten, inaktiváltan. Az oltás beadását esetlegesen kísérheti néhány kellemetlen tünet, mint például a láz, fejfájás, gyengeség. Ezek a jelenségek átmeneti jellegűek. Európai Uniós projekt keretében mindegy 300 millió forint visszanemtérítendő támogatásból bővült, és korszerűsödött a Czekszárdi Kórház járóbetegellátást végző szakrendelőinek orvosi eszközparkja. A beruházás teljes költségvetése 285 millió forint, melynek 100%-át pályázati forrás biztosította. Az új orvosi műszerekkel modernizált szakrendeléseken a vármegyében élők számára ezentúl helyben nyílik lehetőség a járóbetegek széles körű diagnosztikai vizsgálatára. A korszerű orvosi eszközök lehetővé teszik a megfelelő diagnózis, gyorsabb felállítását és a hatékonyabb gyógyítási módszerek bevezetését, valamint a fekvőbeteg ellátásba küldött betegek számának csökkentését. Hivatalosan október 15-én indult el a fűtési idény. A nyár folyamán többször végeztek a távfő emberei nyomáspróbát a fűtési rendszeren annak érdekében, hogy a vezetéken a hibák kijöjjenek, és ne télen fűtés szezonban okozzon ez nagyobb problémát. A feltárások során derült ki, hogy hol szükséges cserélni a vezetékeket, így több ütemben is megtették ezt a Liszt Ferenc téren, a Mészáros Lázár utcában, a Mikes utcában, a Barátság utcában és még több helyen. A kazánházakban is megtörtént a szükséges karbantartás. Ősszel minden évben elérkezik a fűtési idény. Ezzel kapcsolatban kérdeztük meg Csukle Tibort, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, aki elmondta, hogyan készültek fel a fűtési feladatokra. Ebben az évben is elvégeztünk távvezetékcseréket, ugyanis ezek 40-50 éves vezetékek, és több helyen rászorult arra, hogy cseréljük. Ugye a városban ment ez a zöld város program, az miatt is cseréltünk ki vezetékeket. Úgy gondoljuk, hogy kellően fölkészítünk a
fűtés szezonra, annak ellenére ilyen régi vezetékeknél bármikor lehet meghibásodás. Itt az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudjuk elhárítani a hibákat. A Kadarka fűtőműben konténerkazánház épült, így az előző évben átadott egységgel együtt az már alkalmas a teljes hőellátás befedésére város szerte. Készítettünk ilyen konténerkazánokat, amivel dolgozókat lehet megtakarítani, tehát munkaerőt, illetve nagyon jó hatásfokú berendezéseket csináltunk, ami mindenképpen megtakarítást jelent. Ezzel az összhatásfok is jelentősen javul az intézkedésnek köszönhetően. A tél különösen nagy kihívást jelent az autó számára. Fontos tudni, hogyan kell télállóvá tenni a gépjárművet, mire kell különösen odafigyelni, hogy megelőzze a téli veszélyeket. Az autó meghálálja a törődést, főleg télen, hiszen egy gondosan karbantartott jármű hosszabb ideig áll tulajdonosa rendelkezésére. Bármikor, bármilyen időjárás körülmény most is van, nedves út, sárfelhordás, rengeteg eső van, falevél ráesik, rápotyog ugye az aszfaltra, sokkal sikosabb, mint egy télen egy hó. Na most ugye mi húzkodjuk az időt, ugye mert Magyarországon nincs szabályzása a téli gumi felszerelésének az idejére, ott ugye csak egy ajánlott hőmérséklet van. Azonban a nyári gumi cseréjének fontosságát nem bagatellizálhatjuk el, hiába gondolják sokan, hogy téli gumi nélkül is a havas úton tudják tartani a járművet. Autótulajdonosoknak ugye annyi lenne a feladatuk, hogy igazából ne akkor jöjjenek, amikor mínusz 5 fok van, és amikor 2 centi hó leesett, mert ugye a szervizekbe, a javítóműhelyekbe egyszerre nem fognak beférni, és akkor probléma fog lenni belőle, hogy hát mennyit kell várni, nem tudok bemenni, és ezt vígan el lehet kezdeni már most megcsináltatni, ugye a téli kerekek átszerelését, semmiféle nagy hátránya kára nem fog járni, ugye sem az autóra, sem a gumiköpenyre, ugye menjünk a biztonságra. A téli abroncsok segítenek megelőzni a téli veszélyeket, ez segít abban, hogy jeges és fagyos körülmények között is biztonságosan és nyugodtan elérje úti célját. Az 52 kg-os pupréka ötödik lett a Franciaországban zajló olimpiai kvalifikációs Challenge Európa-bajnokság pénteki nyitónapján. Az olimpiai és világbajnoki ötödik 2 évvel ezelőtt EB bronzérmes judós, második vigaszági mérkőzésén a világranglistán második helyen álló brittel csapott össze a harmadik helyért. A csata mindössze 80 másodpercig tartott. Az atomerőmű SE 27 éves sportolója egy perc elteltével vezetett egy belső combdobást követően, de öröme nem tarthatott sokáig, riválisa ugyanis nem sokkal később csípődobással földre vitte és nyert. Az U17-es regionális lányröplabda bajnokság második fordulóját rendezték Tolnán. A környékről 5 csapat érkezett, a tolnai szekszárdi vitelese mellett a bajai, dombóvári, pécsi és kalocsai egyesület is jelen volt. A nap első mérkőzésén a vitelese győzte le a bajaiakat, így a 2 forduló után ők vezetik a bajnokságot. Előadást tartott Skrapski Fruzsina, a Három királyfi, három királylány mozgalom elnöke Szekszárdon. Célkitűzésük közé tartozik, hogy minél több gyermek jöjjön a világra, mert övék a jövő, amihez az alapokat nekünk kell leraknunk itt a jelenben. Az egyik embernek 90 évesen is van életcélja, a másiknak 20 évesen sincs. Skrapski Fruzsina tartott léleképítő előadást Szekszárdon. Az előadásban így ötvözöm, mert dokumentumfilmes is vagyok, és a Három királyfi, három királylány mozgalom vezetője, és azt gondolom, hogy a traumáinkra vezethető vissza az is, hogy nem születnek meg a kívánt gyerekek, mert félnek a fiatalok a gyerekvállalástól, mert rossz szülői mintáik vannak, és ugyanígy az egész társadalomnak vannak traumái, a kommunizmus, hogy megerőszakolták a nőket, a szovjet hadsereg, 2006, tehát ilyen témákban készítettem filmet, és hogy ezek a traumákat fel kell dolgozzuk ahhoz, hogy egy egészséges társadalom legyünk. Hogy megszületnek-e a gyerekek, az az egész, az mindenkinek a felelőssége. Tehát nem csak a családnak, hanem mindenkinek, aki a helyi közösségben van. A mozgalom egy magyarországi civil szervezet, amely célja a családalapítás, a gyermekvállalás társadalmi elfogadottságának formálása. Sok példa ember van, akinek nagyon nehéz
gyerekkora volt, vagy szörnyű dolgok történtek vele, vagy gulágrab volt, és aztán mégis ezt nagyon ügyesen feldolgozta, és róluk kell példát venni. Egy pozitív hozzáállás, mindig a jót megtalálni, minden lehetőséget megragadni. Az alapítvány mottója: célunk, hogy megszülessenek a tervezett, kívánt gyerekek, a kezdetektől fogva kíséri tevékenységüket. Regionális híreink következnek. Támogatja a dél-dunántúli cégeket a gyármentő program, 2,5 milliárdot biztosítanak a beruházásaikhoz. Szijjártó Péter miniszter bejelentést tett Pécsen, több milliárdos beruházás érkezik a Körber gépgyártó céghez Németországból. Éttermi kiszolgálása a legmagasabb szinten, gyakorlati vizsgát tettek a pincérmester jelöltek. 6 újabb cég kap támogatást mintegy 2,5 milliárd forint értékben az energiahatékonyságot növelő beruházásokat előmozdító gyármentő program keretében. Ebből 5,5 milliárd forintnyi beruházás jön létre, és ennek nyomán több mint 1500 munkahely válik betonbiztossá az érintett dél-dunántúli régióban működő vállalatoknál. Erről számolt be a külgazdasági és külügyminiszter Pécsen. Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány az energiaválság és a nehéz gazdasági körülmények között a cégeket támogatja, hogy megmaradjanak a munkahelyek, a cégek pedig sikeresek lehessenek. A Baranya vármegyei önkormányzat dísztermében azok a dél-dunántúli gazdasági társaságok kaptak oklevelet, amelyek részt vesznek a gyármentő programban. Megtelt a Baranya vármegyei önkormányzat díszterme hétfőn. Itt adták át a gyermentő programba bekerült cégeknek a támogatást tanúsító okleveleket. A nyertesek között ott van a Terren tetőcserépgyártó is, aki közel 834 millió forintot kaptak, hogy kiváltsák energiafüggőségüket. Egy közepes méretű magyar község energiaigényét fogyasztja el évente, ez földgáz és villamos energiára is igaz. Ennek a kiváltását célozza ez a pályázat, illetve ennek a részbeni kiváltására. Jelen pillanatban megújuló energiákkal biztosítjuk a működésünknek 45-50%-át, a fennmaradó résznek a megoldására keressük a további válaszokat, ami ez a pályázat jelentős segítséget fog tudni nyújtani számunkra. A cég a támogatásból napelemparkot épít, energiatároló akkumulátorokat szerez be, illetve a geotermikus energia felhasználását szolgáló rendszert épít ki. A 2022-ben elindított kormányzati gyármentő program éppen az ilyen fejlesztések támogatására jött létre. Célja, hogy a megemelkedett energiaárak miatt ne kelljen bezárniuk az üzemeknek. Ezért támogatják a megújuló energiákra való átállást és a munkahely megtartó beruházásokat, mondta az eseményen a külügyminiszter. Covid után azt mondtuk a magyar vállalatoknak, hogyha beruháznak és nem építenek le senkit, akkor a beruházások 50%-át odaadjuk. 1159 vállalat élt ezzel a lehetőséggel, létrejött 800 milliárd forintnyi beruházás, és sikerült megmenteni 253 ezer munkahelyet, és ez volt az egyik oka annak, hogy 2022-ben a magyar gazdaság mind a beruházások, mind az export, mind a foglalkoztatás tekintetében rekordévet tudott magáénak. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a baloldali ellenzék mást javasolt a válság időszakára, ami nem a gazdaság erősítését, segítését szolgálja. A mi ellenzékünk 2020-ban is, meg 2022-ben is, tehát a Covid és a háború gazdasági hatásai kapcsán is azt mondta, hogy térjünk át, vagy térjünk vissza a segély alapú gazdálkodásra, úgy is tömeges lesz a munkanélküliség, azt nem lehet elkerülni, ezért az állami forrásokat munkanélküliségi és szociális segélyekre fordítsuk alapvetően. A mi álláspontunk ettől eltérő volt. A mi álláspontunk úgy szólt, hogy mi igenis elkerülhetőnek látjuk a mások által elkerülhetetlennek láttatott munkahelyvesztést, munkanélküliséget, gyárbezárásokat. Ezért hoztak létre olyan programokat, amelyek a termelő cégek támogatását segítette. Olyan beruházásokhoz nyújtott forrást a kormányzat, amelyekkel talpon tudnak maradni a cégek és munkát tudnak adni, miközben gazdasági hasznot is termelnek. A gyármentő program ebbe a sorba illik. Hétfőn baranyai, somogyi és tolnai cégek kapták meg az oklevelüket Pécsen. Azok a társaságok, amelyek részt vesznek a gyármentő programban. A 3 évtizede Pécsett működő Körber Hungária gépgyártó vállalkozás beruházásával kapcsolatos fontos bejelentést tett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői pécsi látogatása során.
Több milliárdos beruházás érkezik a Körberhez Németországból. Nehéz válságos időszakot élünk, egy új világrendszer épül, mely nem egy, hanem több pólusú lesz. Kezdte tájékoztatóját Szijjártó Péter a Körber Hungária pécsi székhelyéhez tett látogatása során. A külgazdaság és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy nekünk nem az a célunk Magyarországon, hogy az egymást követő válságokat túléljük, hanem az, hogy minden egyes válság után erősebbek legyünk, mint voltunk előtte. Fontos, hogy a legszorosabb gazdasági szövetségeseinkkel az együttműködés folyamatosan fejlődőképes legyen. A legnagyobb beruházói közösséget Németország alkotja Magyarországon. A második nagy beruházás is Németországból érkezik, Kínát követően. A miniszter fontos bejelentést tett a Körbernél. Most egy olyan beruházásról tudunk beszámolni, amely tovább erősíti a magyarországi német beruházói közösséget, tovább erősíti a magyar-német gazdasági együttműködést, és tovább erősíti Pécs és az egész délnyugat magyarországi térség gazdaságát. Jó hír, hogy a Körber Hungária ismételten Pécs mellett tette le a voksát, akkor, amikor egy 5,6 milliárd forintos beruházás keretében növeli az itteni kapacitását és termelési hatékonyságát mindez a beruházáshoz, a kormány 851 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelynek nyomán a gyógyszeripari csomagoló anyagok iránti növekedő piaci igényeknek tud a vállalat megfelelni. Bővül a pécsi Körbernél a géppark és új automata raktár jön létre, valamint napelemparkról is szó van. Megtisztelő, hogy itt Pécsen van a második legnagyobb telephelye a Körbernek a világon. A Körber a világ 4 kontinensén működik, több mint 25 gyártási központtal. Az itteni nagy beruházásért is nagy nemzetközi verseny volt a vállalatcsoporton belül, mondta a miniszter. A magyar gazdaság szempontjából nagy jelentősége van a beruházásnak. Egyrészt azért, mert ez a beruházás tovább erősíti a magyar gazdaságot és ott tartja a növekedési pályán. Mivel itt önök szinte 100%-ban exportra termelnek, ezért az idejévi magyar exportcsúcshoz is nagymértékben hozzá tudnak járulni. Azzal, hogy több mint 1200 embernek adnak itt munkát, ezzel is közelebb visznek minket ahhoz, hogy továbbra is reális célkitűzés legyen a teljes foglalkoztatás fenntartása Magyarországon, harmadrészt pedig önök olyan felelősség teljes növekedési stratégiát folytatnak itt Pécsett, ami beleillik a magyar gazdaság stratégia egészébe, tehát itt most önök növelik a termelési kapacitásukat, de mégis csökken az energiafogyasztás és a károsanyag kibocsátás. Ez az, amit mi a nemzetgazdasági szinten is folyamatosan meg kívánunk valósítani. Ugye hallhattuk, hogy lassan 30 éve lesz, hogy a Körber itt van Magyarországon, Pécsett, ezért ezzel a beruházással sem zsákba macskát vesz a vállalat, hanem egy 29 éves tapasztalatra hagyatkozva hozta meg ezt a döntését, és ebben önöknek van hatalmas nagy szerepük, akik most itt ülnek, akik itt dolgoznak a Körbernél, mert nyilvánvalóan ez a beruházási döntés Németországban az önök eddigi 29 éves teljesítmény alapján született meg. A jövőt valamilyen fenntarthatóbb és az új technológiák életbe léptetésével hatékonyabb iparra lehet szolgálni, mondta Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Azt hiszem, hogy az új multinacionális tőke beáramlása, a régiek itt maradása, bizalma és fejlesztése, és a széles bázison nyugvó kis és közepes és családi helyi magyar vállalkozások stabilitása és megerősítése közösen adhatja azt a konnektivitást, azt a jövőbe vetett bizodalmat, amely így megerősítheti végre Baranya és Pécs gazdaságát. A berendezés és gépgyártás területén széleskörű szolgáltatást nyújt a pécsi székhelyű Körber Hungária. Felelősségvállalás a termékeikért, a környezetért és a munkavállalókért. Ez a legfontosabb a 3 évtizede Pécsen működő vállalkozásnak, mondta többek között Inotai István ügyvezető igazgató. Nem csak új gépek érkeznek, mint elhangzott, hanem a zöld energia felhasználásában is előrelép a cég, és a raktározás területén is újabb fejlesztés várható. Szervírozás, kiszolgálás a legmagasabb szinten, ezt kellett teljesíteniük azoknak a mesterjelölteknek, akik a hétköznapi elnevezése szerint pincérként dolgoznak a mindennapokban. A szakembereknek helyt kellett állniuk a bárpult mögött is, ahol a koktélkeverési tudásukról adtak számot. November elején a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 6-an tettek gyakorlati mestervizsgát. Ők azok a legmagasabb szinten jegyzett vendéglátós szakemberek, akik tudásukat a következő nemzedéknek adhatják át.
Az asztalnál teszi tányérra, és így szolgálja fel az ételt a pincér. Ez az úgynevezett angol szervírozás. Ez is az egyik feladata volt a mesterjelölteknek, akik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében végezték a mestervizsga tanfolyamot, illetve gyakorlati vizsgát tettek november 4-én. Herr Zsolt volt az egyikük, aki szeretné majd továbbadni tudását a fiataloknak. Az özvegyemásom az jó. Nagyon kedvesek a kollégák, kedvesek az oktatók, a képzés menete is nagyon jó, úgyhogy, és nagyon sokat segített a kamara is ebben a képzésben, úgyhogy köszönöm szépen. Akkor nem látod még? Nem, egyáltalán nem, és hát várom, hogy én is tudjak oktatni és tanulókkal foglalkozni. Ehhez szükség van pedagógiai ismeretekre, ami szintén része volt a képzésnek. Az oktatóktól ezeket a tudnivalókat is elsajátíthatták. A képzés elején volt pedagógiai képzésük és vállalkozás tanból képzésük, ez egy teljesen különálló képzéscsoport volt, és utána jött a szakmai oktatás egy kis szünet után. Ez állt elméleti részből, majd pedig, ami felölelt egy csomó gazdasági témát, szakmai témákat, rendezvényszervezést is állt ugye gyakorlati részekből. A gyakorlatban kellett csinálni ezt az élő munkát, amit ma mutatnak be, díszterítést és koktélkészítést. És közben pedig kellett készíteniük egy 25-30 oldalas portfóliót is megadott szempontok alapján. A gyakorlati vizsgán a jelöltek minden mozdulatát figyelték a vizsgabizottság tagjai. Van egy interaktív tevékenység, illetve van egy projektfeladat. A pincér vendégtéri mester képzésben ugye egy nagyon látványos vizsgatevékenységet tudunk látni, illetve mérni. Ez a vizsga két napos. A tegnapi napon voltak a díszasztalok, ahol a díszterítést néztünk meg, illetve projektfeladatokat ellenőriztünk. Maga a képzés során is már portfóliót kell írniuk a mesterjelölteknek. Ez egy nagyon nagy könnyedség nekünk is, hiszen belelátunk, beletekintünk az ők is életükbe. Ennek része egy önreflexió is, ahonnan tényleg már így ismerősként köszönhetjük vissza a mesterjelölteket. Most összesen 6-an vizsgáztak Baranyából. Aki sikeresen vette a feladatokat, mester oklevelet kap, ami a szakma csúcsa, illetve a gyakorlati oktatásban részt vehet a tulajdonosa. Az oklevelek átadása november végén várható. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Influenza, igényelhető az ingyenes védőoltás. Elindult a fűtési szezon, korszerű konténerkazánok segítenek. Ittasd karban az autód télen is, biztonságban az utakon. Három királyfi, három királylány mozgalom, emeljünk minél több gyereket a magasba. Szerdán hideg front vonul át felettünk, mellyel hűvösebb levegő érkezik a térségbe. Reggel várhatóan már csak a Dunától keletre esik, délelőtt a front mögött csökkenő felhőzet, majd zömében napsütés várható, de a szélcsendesebb nyugati határvidéken párásság, illetve abból képződő réteg felhőzet alakulhat ki. Délután csökkenni, szakadozni kezd a front felhőzet. Országszerte változóan napos, felhős idő kialakulása valószínű, legyengül a szél. A hőmérséklet egyre inkább közelít az évszakos átlaghoz. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt oszták meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!